Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük Önöket Bátran a Jövőbe című adásunk mai kiadásában. A nevem László Varga Zoltán. Sok szeretettel üdvözlünk minden kedves rádióhallgatót is, akik a Reménység Hangja Rádió Kolozsvári stúdiójának adáskörzetében hallgatnak bennünket. Kedves hallgatóink, Önöket is köszöntjük szeretettel. Ma visszatérünk egy korábbi témánkhoz, aminek újabb vetületeit, oldalait szeretnénk körüljárni, átbeszélni. A Szentlélekre gondolok, aki a Bibliában előfordul sok különféle történetben, helyzetben, és amiről a Biblia sok mindent elmond, érdekes és világos, egyszerű dolgokat, néha pedig rejtélyeseket. Azért vagyunk együtt, hogy Isten lelkének a vezetésével megismerjük, hogy mit is mond a Biblia az Istenségnek erről a személyéről. Köszöntöm az Önök nevében mai stúdió vendégünket, Szabó László lelkipásztort, Isten hozott a stúdióba. Köszönöm, szeretettel köszöntelek én is, és kívánom, hogy a jó Isten áldja meg ezt az együtt töltött időt sok nézőnek a üdvösségére, lelki hasznára. Hát a Szentlélek személye körüli kérdések, események, történetek, azok mindig sok kérdést vetettek fel, és én úgy gondolom, hogy kellett némi bátorság is ehhez hozzáfogni és ezzel foglalkozni, de örülök annak, hogy ezt most megbeszélhetjük mindezek mellett. Beszélgessünk egy kicsit az előző témák után, az elmúlt néhány hetekben beszélgettünk ugye különböző dolgokról, és ezek az archívumban visszanézhetők. Ezek után nézzük meg, hogy hol találkozunk a Bibliában az Úrnak lelke kifejezéssel, aminek különböző formáit találjuk, és mire vonatkozik az Úrnak lelke kifejezés. Az Úr lelke kifejezés a Szentlélekre vonatkozik elsősorban. A Szentlélek az, aki vizsgálja Istennek a mélységeit, és aki kinyilatkoztatja a lelki beállítottságú embereknek, akik nem érzéki beállítottságúak, hanem engedik, hogy a Szentlélek megközelítse őket. Azoknak a Szentlélek kinyilatkoztatja Istennek a jellemét, és azt, ahogyan működik a világban, ahogy a terveit végrehajtja. Az Úrnak lelke kifejezéssel különösen találkozunk az Ószövetségben, amikor a héber kifejezés lehet Ruach Elohim, vagy Ruach Yahweh, ami azt sugallja, hogy a Jóistennek a lelke bizonyos adottságokkal ruház fel bizonyos embereket, például a bírákat, királyokat, profétákat, embereket, akiket művészi adottságokkal is felruház, úgy, mint Bésáleel vagy Aholiába az Ószövetségben, akik a Szent Sátornak voltak az építői, rendezői. Az Úrnak a lelke tehát azt jelenti, hogy Isten befolyása alá kerülnek. Az Úr lelke hatalmába veszi ezeket az embereket, és képesíti bizonyos cselekedetekre, szolgálatra. Ez azt is jelenti tulajdonképpen, hogy nem csupán emberi erővel, hanem Istennek a nevében, Isten erejével, Isten akaratát cselekedve az ő dicsőségére cselekesznek. Ott, ahol az Úrnak a lelke hiányzik, ott Ézsaiás könyve 32. fejezet 13-15-ig terjedő versei leírják azt, hogy népemnek földét tüske, töv is verte fel, a paloták elhagyatvák, a város zaja elnémult, addig, ameddig kiöntetik ránk a lélek a magasból, mondja, és a puszta termőföldé a termőföld erdőnek tartatik. Tehát a Jóisten az ő lelkét kitölti bizonyos emberekre, akik bizonyos válságos helyzetben, úgy, mint a bírák vagy királyok, proféták voltak, és a Jóisten felhatalmazta, felruházta ezeket az embereket, hogy egy bizonyos üzenetet közvetítsenek az emberek felé, és bizonyos cselekedeteket végrehajtsanak, amelyben kiemeljék őket a bűnös állapotból, egy olyan állapotból, amelyben elhagyatottak voltak, és Istenbe voltak, az ő segítségére voltak utalva. Te ezekből, amit elmondtál, még egy érdekes dolgot kiemelnék, hogy az üzenet közvetítés mellett a Szentlélek segíti az üzenet hallgatóit is az üzenetnek a megértésében és a hallottaknak az alkalmazásában is. Tehát itt valójában egy egész folyamat van,
amelynek során Isten próbál hatni az emberre, és a Szentlélek ezt az egész folyamatot mondjuk úgy gondoskodik, hogy végigvigye az üzenet továbbítás, a megértés, megvalósítás útján. Az Úr lelke kifejezéssel foglalkozunk ma, ugye foglalkoztunk a könyörgés lelkével, a szelídség lelkével és egyéb ilyen jelzős szerkezetekkel. Ma az Úr lelke kifejezés van a napirenden, és megnézzük ennek az előfordulását és a jelentését mai beszélgetésünkben az Ószövetségben, és azon belül is összpontosítunk két történetre, amire később rátérünk. Kérdés most az, hogy milyen történetben, történetekben találkozunk az Úr lelke kifejezéssel viszonylag gyakran, és milyen szerepben jelenik meg az Úr lelke ezekben a történetekben? Igen, különösen a Bírák könyvében találkozunk ezzel a kifejezéssel, amikor Bírák könyve 3. fejezetében Otniellel, a 6. fejezetben Gedeonnal, a 11. fejezetben Jeftével, majd 13., 14., 15. fejezetekben Sámsonnal. Tehát ezek Istennek az eszközei, emberei voltak, felszabadító bírák, akik érdekes ez a nevükhöz kötött cselekedet is, hogy ők bírák voltak, de egyben szabadítást végeztek. Tehát az ítélet által, amit a Jóisten végrehajtott ezen emberek által, megszabadította az ő népét, és az ellenséget pedig megalázta, és végrehajtotta az ítéletet. Így Istennek az ítélete mindig az ő népe számára szabadulást jelent, és mindig ezek az emberek, akik eszközei a szabadulásnak. Aztán a királyokról is beszél, különösen Saulról, Dávidról, vagy más királyokról, akiket Istennek a lelke hatalmába vett, mert nagyon sokan nem engedtek Isten lelke, az Úr lelke vezetésének, hanem ők akartak a maguk életének urai lenni, és ők akarták vezetni a népet a saját akaratuk elképzelésük szerint, és ez mindig kudarcba fulladt, csődbe jutottak, és rájöttek arra a proféták által, mert a profétákat is a Jóistennek a lelke vette hatalmába. Sokszor együtt dolgoztak a királyok a profétákkal, és hogyha mind a két kategória, a királyok is, a proféták is az Úr lelke befolyása alatt voltak, akkor mindig győzelmet arattak. Tehát különösen a háborúban, a harcban, az ellenség nyomása alatt levő nép életében a Jóisten hívott ilyen választott embereket, akiket fel tudott használni, és képesíteni tudott egy rendkívüli munkára, ami erejük felett volt, és természet fölötti erőben a Jóisten megmutatta az ő hatalmát. Itt akkor azt összegezve a hallottakat, azt kell kiemelnünk, hogy a Szentlélek úgy jelenik meg, mint ezeknek az elhivatott embereknek a kísérője, tanácsadója, és mint aki képessé teszi őket elvégezni a feladatot úgy, ahogy azt Isten eltervezte, nem úgy, ahogy az ember a maga elképzelése alapján végezni. Hát akkor rá is térünk az említett példák közül az egyikre, és a következő példa, aminek a megbeszéléséhez neki fogunk, az egyike annak a kettőnek, amit a mai beszélgetésre félretettünk. Konkrétan Izrael első királyával, Saullal foglalkozunk, akinek az életével kapcsolatban különösen sokat említi a Szentírás az Úr lelke kifejezést. Ugye már ott volt a felkenetés után röviddel, de ezt nem akarom tovább részletezni, mert ezt rád bízom, hanem a kérdés az lenne, hogy az Úr lelkének milyen tetteit látjuk, találjuk meg Saul történetében, és hogyan ismerjük meg ezekből a tetteiből az Úr lelkét. Hogyan lépett be az Úr lelke Saul életébe, és aztán milyen alkalmakkor és milyen szerepet játszott? Igen, nagyon szoros kapcsolatban állt Saul király, Izrael első királya, Sámuel profétával. Sámuel proféta valóban egy Isten lelke által irányított ember volt, és bár a nép megvetette Isten tekintélyét, Isten vezetését, mint király, mégis elfogadta a népnek ezt a javaslatát, bár nem ez volt a Jóistennek az akarata, de Sámuel proféta Isten vezetése alatt elfogadta a népnek ezt a kívánságát, ismertette azt, hogy mit jelent a királyság, és
a Jóisten egy olyan embert választott, aki megfelelő volt erre a szolgálatra. És azt mondja a Sámuel első könyve 10. fejezet 5-től 7-ig terjedő verseiben, hogy akkor az Úrnak lelkere át fog szállani, és velük együtt profétálni fogsz, vonatkozik a profétákra, és más emberré leszel, mikor pedig mind e jelek beteljesednek rajtad, tedd meg magadért mind azt, ami csak kezed ügyébe esik, mert az Isten veled van. Hát innen, ami megragad ebből az, hogy más emberré leszel. Igen, igen. Ezt akartam én is kihangsúlyozni, hogy az Úrnak a lelke befolyása alatt Saul más ember lett, és addig, ameddig engedte, hogy Saul király engedte Istennek ezt a befolyását, addig a Jóisten tudott dolgozni az ő életében. A Sámuel első könyve 11. fejezet 6. versében nagyon tetszik ez az ige rész, és miközben tanulmányoztam ezt a témát, felfigyeltem erre a részre, azt mondja is, mikor hallotta a beszédeket, tehát támadott, jött egy ellenség, az ammonita Náhás támadott Jábes Gilead ellen, és megijesztette őket, nagyon kegyetlen volt, és megéri, hogy kinyitjuk a Szentírást, és szemléljük ennek a szépségét, ahogyan jön az ammonita vezető, és azt mondja Jábes Gilead lakosainak, hogy kös velünk szövetséget, és mi szolgálni fogunk neked, mondták a jábesbeliek. 1 Sámuel 11. Sámuel első könyve 11. fejezet első versétől olvasom. És azt mondta erre az ammonita Náhás, úgy szövetséget kötök veled, ha kivágatom minnyájatoknak jobb szemét, és tehetem ezt egész Izraelnek gyalázatára. Tehát nagyon kegyetlen, nem csak, hogy szövetséget akart kötni, hanem ki is akarta mutatni, hogy ő fölényben van, és ilyen kegyetlen bánásmódban részesíteni akarta Isten népét. Gondolom megelőzni a lázadásokat, meg a katonai visszacsapást. Igen, valószínű, hogy... Egy bocsánat, hogy így mondom, félszemű hadseregnek nehezebb harcolni, mint akinek. Erre a Jábes vénei azt mondták, engedj nekünk 7 napot, hogy követeket küldjünk Izrael minden határára, és hogyha senki nem segít minket, akkor kimegyünk hozzátok. Követeket küldtek, és Saul is tudomást szerzett erről az esetről, mondja az 5. vers, és megkérdezte, hogy mi történt a néppel, hogy sírnak. És egy apró érdekes, hiszen éppen a mezőről jött, nem a trónteremből. Így van. És mikor hallotta a beszédeket, az Úrnak lelke Saulra szállt, és az ő haragja nagyon felgerjedett. Érdekes ez, hogy amikor az Úr lelke jött Saulra, elöntött a harag. Tehát ez egy, én pozitív haragként értelmezem. Tehát valamit, szent harag. Szent harag. Valamit tenni kell, valamit közbe kell lépni. És érdekes, ahogy vett egy pár ökröt, feldarabolta őket a követektől, elküldte Izrael minden határára, és azt mondta, aki nem vonul Saul után és Sámuel után, annak ökreivel itt cselekesznek. És az Úrnak félelme szállt a népre, és kivonulának mind egy szálig. Érdekes, hogy Saulnak is elég fenyegető beszéde volt, de meggyőző volt a nép számára. Érdekes, hogy ezt a Jelenések könyvében is van egy ilyen párhuzam, hogy amikor a fenevad bélyege körül, hogy amikor Isten népét megfenyegetik, hogy ha nem veszitek fel a fenevadnak a bélyegét, akkor nem vehettek és nem adhattok. Erre Istennek a válasza az, hogy aki felveszi a fenevad bélyegét, tehát enged az emberi nyomásnak, Isten törvénye ellenében, azt mondja, az iszik Isten haragjának a borából. Tehát érdekes, ahogy a Jóisten is a Jelenések könyvben ezt a módszert bizonyos értelemben használja. Tehát ne ijedjünk meg az ember haragjától, inkább Isten haragjától féljünk. Mert itt Isten népének tennie kellett, nem nézhette tétlenül. És Saul is itt ilyen képpen Isten tekintével lép fel. És amikor a nép kivonul, persze, hogy az ellenséget legyőzik, és honnan látjuk, hogy Saulon Istennek a lelke uralkodott, miután győzött az ellenség felett, azt olvassuk, hogy a 12. versben, hogy kicsoda volt az, aki azt mondá, Saul fogja rajtunk uralkodni, adjátok elő a férfiakat, hogy megöljük őket, Saul azonban azt mondá, senkit se öljetek meg a mai napon, mert ma szerzett szabadulást az Úr Izraelnek. Tehát megkegyelmezett az ellenzéknek. Igen, tehát az ellenzék voltak azok, akik megvetették, amikor ő királyra kenték. Hát már a koronázás óta. Igen, megvetették, és ő
úgy cselekedett, mintha semmit sem hallott volna, és most a győzelem napján ő nem akarta ezt megbosszulni. Igen, és a másik dolog, amit a szavaiban mindenképp érdemes aláhúzni, az, hogy a győzelmet nem magának tulajdonította, hanem az Úrnak. Az Úr szerezte a szabadulást nemé. Igen, igen, ez nagyon fontos, nagyon helyes észrevétel, mivel a többiek, ők Saulnak tulajdonították, és azt hitték, hogy most Saulnak cselekednie kell, de Saul itt bemutatta a kegyelmes, irgalmas voltát, és úgy, ahogy mondtad, Istennek tulajdonította ezt a győzelmet, ami sajnos, hogy később Saulnak az életében ez a lelkület megváltozott. Tehát ez az alázat úgymond nem sokáig tartott. Igen. És éppen azért álltunk meg egy kicsit, és szántunk egy picit több időt, hogy vizsgáljuk meg Saul életében az Úr lelkének mondjuk így több megjelenését is, ugye ez volt egy nagyon fontos példa, és itt az Úr lelke tulajdonképpen a történetben úgy jelenik meg, mint aki Sault indítja, ugye a felgerjedni szó, igen, van itten, ami ezt kifejezi, Sault indítja, hogy védje meg az igazságot, hát valójában az elnyomottaknak, a megtámadottaknak lett a védelmezője, de ha egy picit mélyebbre nézünk, akkor Isten kiválasztott népét megvédeni hívta előtt az Úr, és a Szentlélek indított arra, hogy most tenni kell. Nem mindig alkalmas az idő, a helyzet arra, hogy lépjünk, de most ilyen volt, és mivel Saul hallgatott a Szentlélekre, éppen ezért a Szentlélek őt fel tudta használni. Hogy azonnal cselekedjen, igen. Mert később van egy eset is, amikor hezitál, amikor cselekednie kellett volna tovább, és le is győzhette volna az ellenséget, de volt egy visszalépése, meg utána a türelmetlensége is, ami megnyilvánult. Hát igen, de hol az egyik, hol a másik végletben, hol várt, amikor sietni kellett volna, hol sietett, amikor várni kellett volna. Tehát ezért szükséges a mi életünkben is a Szentléleknek az indításait megint felismerni, és hallgatni, mert a Szentlélek az jobban tudja, hogy mikor kell lépni, és mikor kell várni. Igen, ez azt hiszem, hogy nagyon fontos egy vezető ember szempontjából, hogy vannak olyan alkalmak, amikor hirtelen kell cselekedni azonnal, késlekedés nélkül, máskor pedig várni kell, hogy a Jóisten megmutassa azt a bizonyos órát, mint a Jézus Krisztus életében is, amikor azt mondta, még nem jött el az én órám, hogy a mennyei óra szerint cselekedni. Hát milyen más alkalmakat találunk még Saul életében, amikor az Úr lelke mondjuk így nyilvánvalóan viszonylag látványosan tevékenykedett? Hát sajnos, hogy ezek voltak így a történetek, amikor láthatjuk pozitív. A pozitív értelemben, a többiek pedig sajnos találkozunk itt a 13. 14. fejezetében áldozatot hoz, tehát a 13. fejezetben Sámuel első könyvében meg kellett volna várni Sámuelt, hogy áldozatot hozzon, és úgy induljanak a harcba. Saul türelmetlenkedik, és itt ez volt az első lépés, amikor azt mondta a 13. fejezet 13. versében Sámuel Saulnak, hogy esztelenül cselekedtél, nem tartottad meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatját, melyet parancsolt néked, pedig most mindörökre megerősítette volna az Úr a te királyságodat, Izrael felett, most azonban a te királyságod nem lesz állandó. Keresett az Úr magának szíve szerint való embert, akit az ő népe fölé fejedelmül rendelt, mert te nem tartottad meg, amit az Úr parancsolt néked. Ez a 13. fejezetben történt. És egy apróság, mielőtt tovább mész, a 13. fejezet első verse pedig azt mondja, hogy Saul 30 éves volt, és mindössze 2 éve király. Igen. Tehát 2 év után már úgymond levizsgázott lelki értelemben, és hogy Jóisten kegyelmessége az, hogy mindezek ellenére még 38 évig ott hagyta a trónon, mert Saul teljes királysága ugye 40 év volt, utána Dávidé is, meg a Salamoné is, de az érdekes az, hogy még annak ellenére is, hogy itt azt mondja a proféta, hogy az Úr keresett mást, azért Saul még kapott 38 évet, hogy hibákat rendbe hozza. Tehát Jóisten nagyon kegyelmes volt hozzá. Igen, volt mellette a fia Jónatán, aki betöltötte ezt a szerepet. Sokszor Istennek az eszköze volt a győzelemben, a harcban, ahogy a
14. fejezetben is le van írva a Jónatánnak a hőstette, és valószínű ez idő volt az is, amiközben Dávid felkészült arra, hogy elfoglalhassa Izrael királyaként a trónt. És ez idő alatt a Jóisten felkészítette Dávidot is erre a szerepre és erre a feladatra. Hát említetted azt, hogy sajnos ez alatt a két év alatt ez a néhány rövid eset volt az, ami a Szentléleknek a Saul életében végzett munkáját mondjuk így a pozitív oldaláról mutatta be. Voltak negatív tapasztalatai Saulnak és az Úr lelkének? Igen. Ezekről is egy kicsit beszéljünk, hogy legyen teljesebb a képünk. Igen, itt még a 15. fejezetben megemlíteném azt, hogy amikor megverte az amálekitákat, nem cselekedett Isten parancsa szerint, meghagyta az állatokat, a királyt is meghagyta életben, és mikor Saul megkereste, vagy Sámuel a proféta megkereste őt, ő azt mondta, hogy végrehajtottam az Úrnak parancsolatát. Később aztán beismerte a bűnét. Hát lebukott, ugye, mert a proféta felfedezte, hogy a zsákmány mégis életben igen. van. Igen, halszott az állatoknak a végetése, meg a király is ott volt. És pontosan itt látjuk Saul, itt hagyja el az Úrnak a lelke Sault, amikor az Úr szava ellen cselekszik. Mert az Úrnak a lelke nem lehet egy olyan emberrel, aki Isten szava ellen cselekszik. A Jóistennek a lelke mindig közöl egy üzenetet. És hogyha mi azt nem veszük figyelembe, akkor a Jóistennek a hatalma, ereje, lelkének jelenléte elhagyja. Magára maradt az és ember. És ennek az elhagyásnak az oka nem Istennél van, hanem az embernél. Ez 15-11, ezt tisztázza is. Azt mondja, megbántam, hogy Sault királyá tettem, miért? Nem mert haragszok rá, mert tőlem. Az idegeim nem bírják ezt az embert, hanem mert ő eltávozott tőlem. Ez egy nagyon érdekes és megrázó kifejezés. Tehát ha Isten és az ember között valami elszakad, az nem azért van, mert az Isten elhagyja az embert, hanem mert az ember hagyja el az Istent. És ez a kifejezés sejteti legalábbis számomra, lehet, hogy ez egy ilyen benyomás, de nekem azt is sejteti, hogy még ha Saul eltávozott is, én még nem mondtam le róla, és még küzdök érette egy darabig valameddig. Végül aztán hogyan végződött a Saulnak és az Úr lelkének a kapcsolata, ugye gondolunk az egész életére. Igen, hát itt a 16. fejezetben kell utaljunk arra, hogy amikor felkenni a Dávidot Sámuel Isten parancsára, a Sámuel első könyve 16. fejezet 13 és 14 versei, akkor azt mondja, vevé azért Sámuel az olajos szarut, és felkenné őt testvérei között, és attól a naptól fogva az Úrnak lelke Dávidra szálla, és azután is felkele azután Sámuel, elméne Rámába, és az Úrnak lelke eltávozik Saultól, és érdekes, itt a kifejezés, és gonosz lélek. Nem azt mondja, hogy a gonosz lélek, vagy egy gonosz lélek, hanem gonosz lélek kezdé gyötörni őt, mely az Úrtól küldetett. Tehát az Úrnak lelke eltávozott, és egy gonosz lélek, vagy gonosz lélek határozott névelő nélkül azt mondja, kezdé gyötörni őt, amely az Úrtól küldetett. És érdekes, hogy a Biblia erre kifejezése többször is visszatér itt a Saul történetében, mert érdekes az is, hogy a Saul és Dávid találkoznak. Miután a gonosz lélek hatalmába veszi Sault, a szolgái keresnek egy férfiút, aki a zenével, a hárfájával lecsendesíti ezt a lelki állapotát Saulnak, és így kerül kapcsolatba Dáviddal, hiszen Dávid már a 17. fejezetben legyőzi Góliátot, és itt látjuk ezt is, hogy honnan látjuk, hogy Sault elhagyta az Úrnak a lelke. Honnan látjuk, hogy akkor, amikor jönnek a filiszteusok, ő fel kellett volna vegye a küzdelmet úgy, mint más népekkel is, amikor bátor volt, amikor a lélek vele volt, bátor volt, amikor nem, hiába volt egy fejjel magasabb a többi izraelitáknál, mert nem vette fel a harcot Góliáttal és a filiszteusokkal. És Dávidra, ugye, amikor fel akarták tenni a harci ruhát Saulnak, nem talált, és ő nem is tudott abba harcolni, mert... Vissza is adta. Igen, mert neki erre nem volt szüksége. Mert... Hát most ebben az egész környezetben, ebben a kontextusban sok történet, sok részlete picit másfényben tűnik fel,
és talán beszédesebbnek tűnik. Ha már felhoztad a Dávid, Góliát, Saul háromszögnek a témáját, hát ott érdemes megnézni, hogy Dávidnak miért volt sikere, s ha bár a szöveg nem írja, de logikusan kikövetkeztethetjük azt, hogy ugyanezért az annél az oknál fogva nem volt Saulnak sikere. Mit mond Dávid Góliátnak, hogy nem kővel, nem paritjával? Hát ezzel próbált mondjuk Saul mondjuk vasruhával, meg karddal, páncéllal, mondjuk komolyabb, mint a paritja, ahogy vesszük, mert végül kiderült, hogy taktikai előny csak a paritjánál volt, de a valódi különbség az az Úr neve, a seregek urának nevében jövök. Megtörténhet, hogy Saul nem a seregek urának nevében jött. És azért nem volt sikere? Igen, mert elveszítette ezt a kapcsolatot. Igen. Mert a Szentlélek pontosan itt megvilágítja Istent, hogy kicsoda Isten, és mi az én feladatom, mit kér Isten, mit vár el tőlem. Hogyha ez a kapcsolatom nincs meg Istennel, az ő lelke által, azt mondja Pál apostol is, hogy nem félelemnek a lelkét adta az Isten, hanem erőnek, szeretetnek, józanságnak a lelkét. Tehát nem gyávaságnak, és a bátorság, az erő pontosan itt ezekben a történetekben a vele járója az Isten lelkének, hogy itt megemlíthetjük Sámsont is, ugye őt is elhagyta az ereje, miután megszegte az Isten parancsát, és engedte, hogy a haját levágassák, ugye, de közben... Hát mondjuk nem a hajában volt a mágikus erő, hanem ez az engedetlenség kifejeződése volt egy belső igen. kapcsolatnak. Tehát Istentől eltávolodott, és abban a pillanatban az hiába volt egy nagyon izmos, erős ember, mert az lehetett, de Isten lelke eltávozott tőle, abban a pillanatban az ellenség legyőzte, és már nem lehetett Isten eszköze. Ahogy említetted Sámson izmait és erejét, és azt, hogy ez nem volt elég a Szentlélek rá, ha hozzáadott ereje nélkül, azonnal eszembe jutott Zakariás 4:6, amikor azt mondja, hogy nem erővel, sem igen. hatalommal, hanem az én lelkemmel. Hát a Sámson izmai és az ő ereje akkor tudott tényleg fölényt jelenteni, amikor a Szentlélek ereje is ott volt mellette. Nézzük meg egy picit, mielőtt rátérnénk az Úrtól küldött gonosz lélek, ezt most nem tudtuk másképpen reprezentálni, de idézőjelben mondtam, és mindjárt megértjük, hogy miért. Mielőtt az úgynevezett Úrtól küldött gonosz lélekkel foglalkoznánk, foglaljuk röviden össze, hogy milyen viszonyban volt Saul élete első szakaszában, a Szentlélekkel, az Úrnak lelkével, hogyan változott meg, és hova jutott ez az egész kapcsolat, így miután említettünk néhány esetet, szűrjük le a tanulságot. Érdekes az, hogy az elején nagyon bátor volt, és akkor is, amikor más emberek megvetették, nagyon helyesen viselkedett, szeretettel és megértéssel. Nem, azt mondja a Biblia, nem is látott, nem hallott, tehát nem törődött az emberek megvetésével. Abban a pillanatban, amikor Isten tőle eltávozott és engedetlenkedett, a lelkismerete is furdalta, egy nagyon gyötrelmes lelkiállapotba került. Mindenkiben látta a veszélyt, Dávidban is, Jónatánban is, és a Biblia leírja, hogy... Hát ennyi paranoiának a tünetei igen. voltak az életében. Nem csak Dávidot akarta átszegezni a dárdával, hanem még a fiát is, aki a Dávid hát igen, oldalára lépett. Úgy tűn neki, hogy konspiráltak ők ketten ellene. Igen, tehát nagyon megváltozott a magatartása, egy gyáva ember lett, és a probléma az volt, hogy Isten tudta volna legalább, ha nem is talán a királyságát megmenteni már egy adott lépés után, de legalább a lelkét megmenteni. Tehát ő folytonosan ezzel törődött, és ezt forgatta a fejében, hogy elveszítette a királyságát, és ezzel nem tudta túltenni magát. Márpedig, hogyha bűnbánattal viszonyult volna ehhez a kérdéshez, és ehhez a helyzethez, akkor a Jóisten helyre tudta volna állítani a lelkét, hogy továbbra is betöltse azt a szerepet, amit Isten rendelt neki. Akkor térjünk rá egy másik témára még itten a Saul kapcsán, ami egy sokat vitatott részlet ennek az egész viszonynak, Saul és az Úr lelke között. Nem egyszer elhangzik, idéztél le már egy ilyen igeverset, hogy Saul életében, annak utolsó szakaszában az Úr úgymond küldött egy gonosz lelket. Ennek a
kifejezésnek mindegyik szavára külön rá lehet kérdezni. Mi az, hogy gonosz lélek? Mi az, hogy küldte? És az Úr küldte, vagy nem küldte? Igen, ez nagyon mély gondolat, és nagyon sokat kell elmélkedjünk rajta, hogy megértsük ezt a maga teljességében. Itt egy olyan kifejezés jelenik meg a Bibliában, a rá kifejezés a héberben, ami nem erkölcsi gonoszságot jelent, még csak nem is a sátánnak a hatalmát, bár lehet azt is mondani, hogy a sátán vette hatalmába a betegsége által, hanem inkább egy, ez alatt a szó alatt érti a héber a bajt, a nyomorúságot. És itt az ő helyzetében a gonosz lélek, mivel nincsen határozott névelővel is bocsánat, illetve. Tehát mondhatjuk úgy, hogy ez a gonosz lélek valójában jelképes, és megszemélyesít valamiféle nyomorúságot, helyzetet? Első ízben érthetjük úgy, hogy egy szomorúság, lelki gyötrelem, rossz lelki állapot. Igen, tehát egy rossz lelki állapot vette hatalmában. Tehát a Bibliában, amikor olvassuk a gonoszt, mi hirtelen a sátánra gondolunk, vagy a bűnre, de itt egy szomorú állapotba került, és ez lehet az Úr lelkének a hatása, befolyása az emberre, hogy elszomorodik. Van a Pál apostol beszél a világ szerinti szomorúságról, és beszél az Isten szerinti szomorúságról. Az Isten szerinti szomorúság az megbánhatatlan megtérést, üdvösséget szerez az embernek. És itt is az Úr lelkének a szerepe az lett volna, hogy Saul megtérjen. Itt még több szöveget és több íget is behozhatunk ebbe a képbe, ami megmagyarázza. Például az Ámos könyve 3. fejezet 6. versében azt olvassuk, hogy vajon lehet-e baj a városban, amit nem az Úr szerezne? Vagy Ézsaiás 45:7 azt mondja, én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, én teremtem a bajt, hogy fordítsuk így a héber kifejezést, én az Úr cselekszem mindezt. Vagy Jeremiás síralmai 3. fejezet 37-től 40-ig terjedő rész azt mondja, ha bekövetkezik, amit valaki megmond, nem az Úr parancsából van-e az, nem a felséges szavától függ-e a rossz is, meg a jó is. Tehát itt ezekben a szövegekben mind azt láthatjuk, hogy a Jóistentől nem származhat semmi rossz, gonosz, erkölcsi értelemben. Ő a jóságnak, a szeretetnek az Istene. De akkor, amikor az ember áthágja a szövetséget, és ezt a Mózes 3. könyve 26. fejezetében olvassunk, hogy mi a különbség az áldás és az átok között, meg a Mózes 5. könyve 28. fejezetében, akkor ott le van írva a szövetség átkaként az a baj, az a nyomorúság, ami jön, ami következik. És én hiszem azt, hogy ez is a Jóistennek a befolyása, uralma alatt van, még akkor is, hogyha a gonosz dolgokat a sátán műveli, de a Jóisten megenged bizonyos dolgokat és bizonyos hatásokat a mi életünkben, pontosan azért, mert áthágtuk a szövetséget. Meg aztán beszélhetünk arról is, hogy amit az ember vet, azt aratja. Tehát egyrészt az én felelősségem, másrészt pedig a Jóisten irányítja ezt a helyzetet, hogy amikor megengedi a bajt, a nyomorúságot az ember életében, akkor az ember visszaforduljon Istenhez, mert ez a célja. És olvassuk, ha nem tévedek, azt hiszem a Mózes 5. könyve 28. fejezetében le van írva, hogy pont ilyen elmebajt is okozhat az Istentől való eltávolodás. És ezek a roham, meg a megnyilvánulásai Saulnak, ezek összeköthetőek a szövetségi átoknak a szavaival, tehát a bűnnek a következményeivel. Tehát érthető akkor az a gonosz lélek úgy is, hogy Isten egy ilyen negatív hangulatú lelki állapotot váltott ki. Igen. De ha egészen pontosak akarunk lenni, akkor valójában Isten lelke úgy lépett be Saul életébe bűnből kiszabadítandó, felébreszteni az bűntudatát, stb., hogy kiválassza, hogy emiatt támad Saulnak rossz érzése. Viszont én még van egy másik gondolat is, ami eszembe jut,
És az egy másik dologgal kapcsolatban, amit elmondtál, és ezt szeretném ábrázolni azzal, ami eszembe jutott, mondtad, hogy Isten van, amikor megenged, amikor az ember kilép egy bizonyos keretből, vagy van, amikor egyszerűen csak megengedi, mert valamit ki akar hozni belőlünk, vagy tanítani, vagy igen, megértetni valamit, amit másképp nem érthetünk meg. Például úszni nem lehet megtanulni, az úszás elméletét lehet hosszasan magyarázni, de míg nem lépünk be a vízbe, addig nem az belőle semmi. Tehát egészen pontosan Jobb esetére gondolok, és hát van egy kifejezés, amit az Úr is használ, a sátán is használ, Jobb is használ, csak mindenki mást ért alatta. Azt mondja, ez a kifejezés a bekeríteni. Jobb azt mondja, hogy őt Isten kerítette be, és mint ellenség. Nincs hová menekülni. Sátán azt mondja, hogy Istennek, hogy te bekerítetted őt, de nem mint ellenség, hanem mint aki meg akarja védeni őt tőlem. De ha megengednéd, hogy hozzányúljak, na akkor kiderülne az igazság. És akkor Isten pedig, aki oltalmazza Jobot, és ezt Sátán ezt a dolgot például helyesen látta, helyesebben, mint Jobb, ezt a kört, ezen egy annyi rést enged, vagy egy annyira lazít, hogy azon Sátán valamennyire át tud menni, de csak annyit enged meg, amennyi elősegítheti Jobbnak a lelki fejlődését. Ha többet engedne át, akkor Jobb meghalna, mert Sátán Jobbot nem, hogy mondjam, nem szenvedést akart okozni Jobbnak Sátán, hanem megölni akarta. És akkor ez így van a mi életünkben is, tehát van egy kör, amiben vagyunk mi, az Isten az oltalmazó kör, Sátán pedig kívül van. És akkor abból a külső lélekből Isten beenged annyit, amennyi a javunkra válhat, ha mi azt Istennel együtt próbáljuk feldolgozni. Egy nagyon érdekes kép jut eszembe, egy amerikai lelkipásztor, aki a gyülekezetemben is járt egy alkalommal, mesélte azt, és próbálta magyarázni, hogy ha mi Krisztusban vagyunk, és a Sátán támad minket, akkor a támadás kitől jön? Végül Krisztuson keresztül csak van megszűri, átszűrve, és tőle jön. Érdekes, és ezt Ellen White-nak a Jézushoz vezető út című könyvben is van egy ilyen kép, egy ilyen leírása. Tehát ha Sátán támad is, mi Krisztusban vagyunk, Krisztus átengedi azt, mert a mi javunkat szolgálja. És lehet, hogy a Saul gonosz lelke is valamilyen szűrőn át szivárgott rosszaság volt Sátán részéről? A Jóisten megengedte, mert tudja, Saul esete más volt, mint a Jobb esete. Igen, Jobb teljesen. Jobbot ártatlanul érte, viszont Saul rászolgált, és engedd meg, hogy a Pátriárkák és Proféták című könyvből idézem. Ellen White azt mondja, hogy amikor Saul felismerte, hogy Isten valóban elvetette őt, és amikor Sámuel feddő szavainak hatását érezni kezdte, szíve keserűséggel és kétségbeeséssel telt meg. Ám most sem az igazi bűnbánat késztette a büszke királyt fő hajtásra. Isten vélt igazságtalanságán gyötrődött, amelyel őt és utódait megfosztotta Izrael trónjától. Nem fogadta el az isteni fenyítést alázatos szívvel, hanem gőgös lelke úgy megkeseredett, hogy saját magát az őrület szélére sodorta. Tehát akkor így lett rossz, abból igen, a jobból, amit Isten el akart érni. Igen, és érdekes, hogy még vannak más kifejezések is, például a szolgái is azt mondják a 16. fejezet 15. versében, azt mondja, íme most az Istentől küldött gonosz lélek gyötör téged. Szintén ezt a kifejezést használja, vagy azt mondja, keressenek olyan embert, aki tudja a hárfát pengetni, és azt mondja, amikor az Istentől küldött gonosz lélek reád jön, pengesse kezével, hogy te megkönnyebbülj. 16. fejezet, 16. verse. És aztán a 23. vers itt a 16. versben még lehet, hogy jobban összezavar, amikor olvassuk. Azt mondja, és lőn, hogy amikor Istennek lelke Saulon vala, vette Dávid a hárfát, és kezével pengeti, és Saul pedig megkönnyebbüle, és jobban lőn, és a gonosz lélek eltávozik tőle. Érdekes ez a, hogy az Isten lelke nem csak... Hát végül ott... akkor két lélekről van szó, és az egyik a másikat kiszorítja, hol az egyik, hol a másik. Igen, igen. Tehát nagyon érdekes ez a 23. vers, hogy Istennek lelke Saulon volt,
egy rossz lelki állapotban volt, mert kellett pengetnie Dávidnak a hárfát, és így lett jobban. És így távozott el a gonosz lélek. Tehát itt láthatjuk végül is a sátáns az Isten közötti harcot is ebben a képben, és az, hogy a Jóisten, ahogy mondtad, bizonyos értelemben, amikor az ember vétkezik, ellenségé válik olyan értelemben, hogy az ember nem tetszését fejezi ki az ember bűnével szemben. Tehát ítélkezik, a perbeszáll, ahogy a Mózes első könyv 6. fejezet 3. versében is ott azt mondja, hogy nem foglalkozni többet az én lelkem az emberben, nem maradjon többé benned, vagyis többet nem fog pereskedni. A bűnös ember számára ez egy nagyon rossz állapot. Az, hogy Saulus, igen, a későbbi pálapostól eljelentés. Hogyha már a Szentlélek elhagy, és már nem viszonyul ellenségesen a te bűneidhez, ilyen értelemben, akkor baj van. Tehát ameddig még zavar, és amikor a bűnt elköveted, és Isten a lelkismereden keresztül megfed, akkor még jó állapotban vagy, és még meg lehet menteni az életedet. Ez a 1 Sámuel 16-23 nagyon elgondolkoztató, és van egy nagyon gyakorlatias aspektus, amire köszönjük, hogy ráirányítottad a figyelmünket, és pedig az, hogy ott mi volt az, ami a két lélek között konkrétan meghúzta a vonalat. Az a Dávid hárfája volt. Tehát amikor Dávid hárfázni kezdett, és a Dávidnak rengeteg zsoltára megmaradt, úgyhogy nagyjából egy elég pontos képünk van arról, hogy mit énekelhetett, és hogyan, tehát Isten dicsőítése volt, Isten jóságáról, az ő jelleméről szóló zsoltárok, megtérésről, bűnről, a bűnök aluli feloldozásról szóltak az ő énekei, és amikor ilyeneket énekelt Saulnak, és Saulnak a figyelme ebbe az irányba fordult, akkor Sátán ereje megszűnt felette, és Isten lelke tudott vele dolgozni. Amikor viszont a saját indulatait engedte felülkerekedni, akkor újból a Sátán irányítása alá került. Beszélhetünk-e arról, hogy valamiféle lelkek harca folyik, és a tét az ember mindannyian külön-külön? A Biblia ezt erről beszél, és félrehúzza a Biblia függönyt, és megláthatja velünk azt, a Jobb történetében is ugye ezt láthatjuk nyilvánvalóan, hogy itt tulajdonképpen az ember lelkért dúl a küzdelem Isten és a Sátán között is. A Sátán egy megkötözött ellenség, akinek megvan engedve egy bizonyos befolyás az emberre, de csak egy meghatározott módon és meghatározott ideig. És ebben a harcban az emberi lélek az, amely akkor, amikor Istenhez kiállt, és bűnbánattal Istenhez fordul, akkor Isten megszabadítja ezen gonosz befolyás alól. Hát meg kell mondanom őszintén, hogy annyira bele mélyedtünk ezekbe a témákba, hogy észre sem vettük, hogyan elszállt az idő. Éppen ezért próbáljuk meg most a legfontosabb gyakorlati tudnivalókat összefoglalni, leszűrni abból, amit beszéltünk. Nézzük meg, hogy hogyan ismertük meg a Szent Lelket Saul életéből, és főleg a lelkek harcából. Mit tudtunk meg az emberhez való viszonyáról? Az is az Úr lelkének, és most egy kicsit forduljunk magunk felé, hogyan kerülhetünk mi közelebbi kapcsolatba a Szentlélekkel? Igen, a Szentlélek az, aki rávilágít a mi bűneinkre, de rávilágít az igazságra is, rávilágít a mi állapotunkra, de rávilágít Isten jellemére is. És a Jóisten küzdött a Saul lelkéért, küzdött és harcolt, hogy megnyerje az ő oldalára, még azután is, amiután elveszítette a királyságot a Jóisten, bűnbánatra, őszinte bűntudatra, bűnbánatra akarta rávezetni. A Szentlélek nem tud lakozni az emberi szívben, hogyha nem nyitjuk meg az ajtót, nem tárjuk ki előtte a szívünket, és őszintén nem valljuk meg a bűneinket, mert pontosan ez az akadály, ami elzár bennünket Istentől, Isten jelenlétéről. És a Jóistennek a Szent Lelke az, aki rávezet a bűnre, rávezet arra a tudatra, hogy van egy irgalmas üdvözítőnk, egy megváltunk, akihez folyamodhatunk, akinek a segítségét kérhetjük, és akkor a Jóisten ismét visszaadja a bátorságunkat, ismét visszaadja az erőnket,
És a Jóistennek az egyik eszköze az, hogy tanulmányozzuk Isten igét, mert ott az Úr lelke szól, az Úr lelke beszél, és egy olyan lelkületet nyerünk, amely a bátorságnak a lelkület, az engedelmességnek a lelkület, az erősség, az álhatatosságnak a lelkülete, és amelyben Isten a Szentlélek által megtisztítja a mi lelkismeretünket, hogy képesek legyünk cselekedni Istennek akaratát. Hát ezt röviden összefoglalva, ami viszonyunk az a Szentlélekkel szemben, egyrészt az alárendeltség viszonya kellene legyen, ami azt jelenti, hogy ő jobban tudja, mi elfogadjuk, megcselekesszük, és akkor ez a sok pozitív hatás, amit felsoroltál, ez mind az emberek életében, a mi életünkben is érvényesülni fog. Mi a célja a Szentléleknek az életünkkel? Hogyha alárendeltük a mi életünket a Szentléleknek, akkor fel fog használni, úgy, mint felhasználta a bírákat, a királyokat. Jóisten lelke ránk is akar szállni, mert van egy munka, egy feladat, amit ránk bízott, amelyel az embereknek kell ismertessük az evangéliumnak az üzenetét, és fel akar használni bennünket az ő munkájában, és akar adni erőt nekünk, hogy az engedelmesség lelkületével akar támogatni, segíteni bennünket, hogy elvégezzük a feladatot azzal, amivel a Jóisten megbízott bennünket. Konkrétan hogyan jöhet létre, vagy hogyan mélyülhet el az életünkben a kapcsolat a Szentlélekkel? Ha például valaki nem tapasztalta meg ezt az életében, hol kezdheti el? Vagy ha mondjuk megtapasztalta, de hiányérzete van, és szeretné elmélyíteni, mik a lépések? Az első lépés az, hogy megnyissuk a szívünket imában a Jóisten előtt, és kérjük azt, hogy a Jóisten szóljon hozzánk az íge által, mutassa meg a mi valódi állapotunkat, mutassa meg a hiányainkat, de mutassa meg azt is, hogy hogyan találunk vissza az Úr Jézus Krisztushoz, aki megbocsátja bűneinket, és ugyanakkor szolgálatra képesít. Hát a Jóisten megnyitja a szemünket, azt mondja a Pál apostol az Efézusi levélben is, hogy és engedd meg, hogy az első fejezethez kinyissam Istennek ígét. Tehát miután az igazságot befogadtuk a Szentlélek által, és erre utal az Efézusi levél első fejezet, azt mondja a 13. vers, akiben ti is minek utána hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek a Szent Lelkével, és a 17. vers pedig azt mondja, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya, adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek lelkét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között, és mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalma erejének ama munkája szerint. Hát a Szentléleknek egyik szerepe az, hogy megismerteti velünk azt, amit az Úr Jézus Krisztus tett, megismerteti a mi állapotunkat is, de megismerteti azt, hogy mi a mi feladatunk, elhívásunk. Isten elhívott, hogy legyünk szentek, és betöltsük a mi feladatunkat itt a Földön, ugyanakkor az Isten öröksége, dicsőségének a gazdagságát is megláthatja velünk, tehát hogy mi a feladatunk itt a Földön, mit, hova visz bennünket a Jóisten, és mi az ő hatalmának a felséges nagysága. Végül a Szentlélek rávezet arra, hogy vegyük igénybe Istennek a hatalmát. Úgy, ahogy ezekre az emberekre is szállt a Szentlélek, és addig, ameddig ennek a befolyás alatt volt, más emberekké lettek. És ezért az imában folyamodhatunk. Kérjük a Jóistent, Uram, világosítsd meg, vagy Szentlélek Isten, mondhatjuk így is a mi imában, világosítsd meg az én értelmemet, hogy lássalak, hogy megismerjelek téged. Indíts engem, hogy hova menjek, mit tegyek. És akkor a Szentlélek ad indítatást, hogy mit kell tegyünk, hogyan imádkozzunk, mert ő esedezik, fohászkodik életünk, azt mondja a Róma 8, meg akarja nyerni a mi lelkünket Isten országának, és hogy meglátassa velünk a mennyet, a mennyei valóságot, és ebben mi be tudjuk tölteni a feladatunkat a Földön, mert hogyha nincs ez a mennyei lélek,
ez a mennyei látása a mi életünkben, itt a Földön elkeseredünk, amikor látjuk a valóságot. De úgy, ahogy Ézsaiás 32-t is idéztük, amikor kitöltetik a lélek a magasságból, akkor a puszta is termőföldé válik. Tehát minden megváltozik, tehát az életre kelt a Szentlélek egy olyan helyzetet, ami élettelen, ami istentelen, hogy mondjam így, amelyben az ember el van keseredve, úgy, mint Saul is volt, és akkor a Jóisten ad egy mennyei látást, hogy meglássad, hogy nem éppen úgy van a dolgok, ahogy te látod, vagy ahogy én látom, hanem meglátom, hogy Isten ott van, akar cselekedni, csak akarja az én beleegyezésemet. Hát nagyon szép az a kép, hogy a puszta is termőföldé lesz. Ez gyakorlatilag egy szó szerint is érthető és értendő, de jelképesen pedig azt mutatja, hogy Isten szent lelkének engedelmeskedve és az ő segítségére támaszkodva az életünkben ott is elérhetünk eredményt, ahol addig nem sikerült. Igen. És ami addig lehetetlennek bizonyult, nem csak tűnt, hanem annak bizonyult, Isten lelke teljesen megváltoztatja, úgyhogy tudunk szakítani függőségekkel, jellemhibákkal, helyzetekkel ellen tudunk állni olyan nyomásnak, amivel szemben addig nem volt semmi erőnk, tehát az életünk puszta termőtalaja is termőföldé lehet. Hát köszönjük nagyon szépen a beszélgetést, elrepült az idő. Azt mondják, hogy jó téma és jó barátok között repül az idő, de nem vagyok annyira elkeseredve emiatt, mert tudom, hogy folytatjuk a beszélgetést, úgyhogy az eddigi gondolatokat szeretettel megköszönjük, várunk legközelebb is. Köszönöm szépen, kívánom a Jóisten áldjon meg téged és a hallgatókat is. Kedves nézőink, kedves hallgatóink, szeretettel megköszönjük az önök megtisztelő figyelmét, és meghívjuk önöket, hogy csatlakozzanak hozzánk egy hét múlva, amikor folytatjuk beszédtémánkat. Az Úrnak lelke, annak munkássága, annak hatása körül az mi életünkben. Várjuk önöket tehát mához egy hétre szeretettel, Bátran a Jövőbe című adásunkban. Addig is ne feledjék, az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az önöké. Találkozunk egy hét múlva, a nevem László Varga Zoltán, a viszonthallásra, viszontlátásra.